Na, akkor ha belekezdünk, akkor csak egy nagyon picit kezdeném, nyilván nem fogjuk végignézni itt a teljes felvételt. Ezen a tréningen most az indiai filmnek azt az epizódját fogjuk megszerkeszteni, vagy legalábbis belekezdünk, nem tudom mennyi, nekem van időm, de lehet, hogy megunjátok. Úgyhogy csak egy rövid részt csinálunk, amikor fölértünk a hegycsúcsra, a Kardunglára. Úgyhogy muszterelésként érdemes végignézni, hogy mi történt. Ugye elindultunk Lech városából, és megyünk fölfelé ezen az aszfaltcsíkon. Itt lent van ez a gyönyörű zöld terület. Oda megyünk föl a hegyekbe. Tessék? Kézbe fogod? Szerintem ez a sisakomon van. Sisakomon van fölül. Ennek még a hangja is jó egyébként, mert a Royal Enfield Himalájának van egy olyan előnye, hogy lassan tudsz csak vele menni, és minimális a menetszél. Ezt megkérted, hogy hagyd mehess ebből a felvétel miatt, vagy ez? Nem, mert nem foglalkoztunk ezzel, úgyhogy ahogy esett. Igazából nem nagyon foglalkoztunk, sőt, így utólag én mondtam is a srácoknak, hogy elcsesztük a dolgot, mert ott voltunk hárman, és nem csináltunk olyan felvételt, hogy ott voltunk egy vízmosásnál, és akkor az egyik átmegy, akkor a másik oda megy, lefilmezi. Igazából ott azzal foglalkoztunk, hogy át tudjunk menni. Tehát mindenki a saját nyomorával foglalkozott, és nincsenek ilyen híró felvételek igazából. Vannak, van egy-kettő, de nincsenek. Igen, igen, igen. Na, tehát ez a ugye egyik felvétel, akkor itt menet közben. Közeledünk a világ legmagasabb pontjára. Itt már majdnem ott vagyunk fönt a tetején. Van egy kis szöveg, ahol bemutatom. Egy picit esik a hó. Igen, szórták a lisztet. Akkor utána a következő, amikor megyünk fölfelé, tiszta ködbe. Igazából nem túl aszfaltos útvonalom. És ide szépen fölérünk. Ez a motorral elérhető legmagasabb pont. Most ott vagyunk. És itt a végén beállok motorra ehhez a táblához, itt mindenki fényképezkedik. Lögtél mindenkit félre. Lögtem mindenkit félre. Ugye itt az Ispán meg a Gabi lemaradt, mert ők a Gabinak a leszakadt csomagtartóját szerelték valahol a félúton. Jó, és akkor lényeg, hogy itt elindultunk lefelé a hegyről. Igazából ilyen nagyon vizes átkelések azok nincsenek most itt benne. Koptató lejjett? Na és akkor itt vagyunk, amikor meséltem azt, hogy itt megálltunk kajálni, esszük a megilevest, és akkor itt nagyjából megszakadt a felvétel, és itt lefagyott a GoPro. Na, ez meg majd egy... Tehát ez egy olyan felvétel lesz, ami minden egyes film előtt meg lesz, sőt, én ezt már tovább gondoltam, mert minden egyes film elé saját ilyet fogok csinálni, tehát abból a részből fogom kiszedni a filmeket. Tehát van egy ilyen lassú bevezető, láttátok, hogy a zenére váltott, úgyhogy ez fontos, hogy mindig zenére váltson. Tehát ez lesz egy ilyen intrója a filmnek. Hát akkor a tisztelés volt az én részről, és akkor itt van a szokásos kámenyús ez az intro, meg van egy fényképünk, ez a logóm, ami mindig a filmnek a jobb alsó sarkába benne van, tehát ezt is rá fogjuk rakni. Jó? Tehát tegyük föl, hogy ezek a felvételek, ezek most rajta vannak az SD kártyán. Jó? Tehát az SD kártyáról kell lemásolnunk. Tehát az SD kártyáról azt mondom, hogy ezt a könyvtárat, ez most ugye itt van a gépen, de mondjuk azt, hogy az SD kártyán van. Azt mondjuk, hogy csinálunk. Most a bacus ideges lesz, mert ez a C-drive-om, de mivel ebbe SSD van, ezért én ezzel nem foglalkozom, és az otthoni gépemen is a C-drive-omon használom. Tehát ez nem fizikai fej, ami... Csinálok egy új foldert, hogy legfelül legyen, mondjuk azt mondom, hogy legyen India. És ide egyszerűen belemásolom a tréningnek az anyagát. Ez az egyik. Akkor ehhez, a filmhez mi a következő pont? Na, tehát a YouTube-nak van egy olyan szolgáltatása, hogy hangkönyvtár. Hogyha ezt betöltitek, akkor egyrészt vannak ingyenes zenék, de százával, ezrével. Na, tehát ahogy tudsz keresni, egyrészt
be tudsz írni, mondjuk igazából nincs oké, ennek a beírásnak akkor van értelme, amikor hangeffektet keresel, tehát becsapódik egy ajtó, vagy lépsz, vagy olyasmi. Én az amerikai filmben nem használtam hangeffekteket, és az indiaiban sem gondolom, hogy fogok használni hangeffekteket, úgyhogy én csak zenét szoktam leszedni. Na, ahogy itt tudsz keresni, egyébként azok a szolgáltatók, akikről meséltem, hogy előfizetsz, azoknál sokkal jobb keresők vannak. Tehát ott tudsz indiai típusú zenét választani. Itt annyit tudsz csinálni, hogy műfaj, tehát itt vannak különböző műfajok, akkor tudsz olyat választani, hogy hangulat, milyen típusú, vagy milyen hangulatod van, akkor milyen hangszer legyen benne túlsúlyban. Tudsz különböző hangszereket, meg tudod nézni, hogy milyen időtartamú legyen. Tehát, hogy neked elég csak egy 1 perces zene, vagy neked kell egy 5-6 perces szám, attól függően, hogy mit akarsz csinálni. Forrás megjelölés, ez az, hogy forrás megjelölés nem szükséges, ez azért jó, mert itt is vannak olyan zenék minimálisan, amit úgy ingyenesen felhasználhatsz, de amikor feltöltöd a YouTube-ra, akkor a YouTube-nak a leírásába, ahol beírod, hogy miről szól a felvételed, oda be kell másolnod innét egy szöveget. Én ezt nem csinálom, tehát én nem szeretek ezzel foglalkozni, mert ki emlékszik arra, hogy most, na mindegy, én ezt nem szoktam, tehát én a forrás megjelölés nem szükséges szoktam kiválasztani. Igazából nem is szoktam rászűrni. Tehát mondjuk azt, hogy kell nekünk egy olyan hangulat, mondjuk valami drámai hangulat, mert ugye fölmegyünk a kardunglára, tehát ide valami drámai zene kell, és akkor azt mondom, hogy bele lehet hallgatni. Ez nagyon szar. Ez is szar. És egy óra múlva elfizet. Ez már alakul. És a Gandhi is ott van, látod? Egyébként ez a zene szól a izé alatt, a logó alatt. Úgyhogy keressünk valami másikat. Akkor ez azt jelenti, hogy ha más is használja, ugyanezt tökre előfordul, hogy YouTube-on egymás után nagyobb embereknek megnézem a videóit, és felismerem mindegyikből mondjuk ugyanazt a zenét. Én már vagyok úgy, hogy megismerem embereknek a zenét, és tudom, hogy na, akkor ez is a YouTube-ról innét vadászta le. Csináljuk ezt a zenét. Nem teljesen indiai, de... Nagyon drámai. Jó. Ez meg rövid. Tehát nézzünk valami hosszabbat. Az Itchy Boots ezt honnan szedi, mert nagyon hasonlóak a zenék egyébként. Az Itchy Boots az előfizetett valószínűleg az Epidemic Soundra. Egyébként, amikor már van bevételed, nem olyan drága egyébként annak a bevétele, ilyen $15 havonta. Tehát amikor már van több mint $15 bevételed, akkor már ez megéri, és neki valószínűleg több mint $15 bevétele van. Na mondjuk legyen ez a zene. Akkor ezt fogod, letöltöd, és hova töltjük? Ugyanoda az Indiába. Csinálsz egy könyvtárat, hogy zene. És ide belemásoljuk. Tehát megvan a zenénk. Most itt a könyvtárnál azért még hadd csináljak olyat, hogy ezt mondjuk átnevezem GoPro-ra. Itt érdemes úgy csinálni, hogy amilyen felvételeid vannak, akkor csinálok egy újabb könyvtárat, amivel azt írom, hogy pictures, tehát ide be lehet rakni képeket, hogyha fotóztál jó képeket, akkor azokat is ide bele lehet rakni. Meg csinálsz egy könyvtárat, amire azt mondod, hogy mondjuk intro. És akkor én itt a GoPro könyvtárból ezt a kettőt, ezt innét kiszedem, belerakom, ezt majd mindjárt megmutatom, hogy miért így csinálom. Belerakom az intróba, illetve ezt a logót, ezt innét kiveszem és berakom a picturesbe. Jó? Na, tehát a lényeg az, hogy egy adott helyre, és én ezt azt javaslom, hogy egy filmhez választhatok egy könyvtárat, és mindent abba a könyvtárba pakoljatok bele. Egyrészt hordozható, tehát át tudod vinni másik gépre. Egyébként vannak, akik bérbe renderelnek. Ha ilyenbe gondolkodtok, szóljatok, szívesen. Vannak egyébként ilyenek, hogy bérbe renderelnek, de egymás között is, hogyha az ember akar szállítani. Illetve amikor majd megcsináljuk ezt a projektet az Adobe Projectbe, ezt a foldert, amiről meséltem, hogy mindent belepakolunk, azt is ugyanerre a könyvtárra kell irányítani. Minden ebbe a könyvtárba történjen.
Jó, megnyitjuk az adó premiért. Ez a trial? Ez az abszolút trial verzió. Úgyhogy sietnünk kell, mindjárt lejár a 30 nap. Azt nem tudom, hogy ezt a tampont miért rakták ide. Bármikor elindul a program, ezzel mindig elgondolkodok. Na. Tehát a lényeg, hogy bejön a kezdőképernyője az Adobe Premiernek, és itt csinálunk egy új projektet. Ugye ez az irattartunk. És itt a könyvtárnál a location, sajnos angolul van, elnézést, hogy angolul van a program. Itt kiválasztjuk azt a könyvtárat, azt az India könyvtárat, amit csináltunk. Ebben a 36 napos próbaverzióban van magyar nyelvű is? Van. Meg ezt is át lehetne állítani magyarra, de most én ezt nem csináltam, meg ne haragudjatok. És itt adunk neki egy nevet. Ennek nincs jelentősége itt. Tehát megnyitottuk a projektünket. Megjelenik itt az Adobe Premiere. Hát magáról a programról, hogy az hogy működik, ugye itt van a Source Monitor, majd azt mindjárt rátérünk, hogy mi az. Itt vannak az effekteknek a vezérlői, mi hogyan működjön. Az a lényeg, hogy ide rakjátok a fájlokat. Egyébként az a munkamenet, hogy itt benne lesznek a fájlok, és amikor ki akarsz vágni egy jelenetből egy részt, amit majd be akarsz rakni a filmedre, akkor itt duplán rákattintasz, megjelenik itt a Source Monitorba, itt kijelölöd azt a részt, amit ki akarsz belőle vágni, és azt utána behúzod ide a projektablakba. Mindjárt ezt megmutatom. És az, hogy mi van a filmeden, tehát hogy mit tartalmaz a filmed, az meg itt jelenik meg. Mindjárt behúzunk ide filmet, és akkor látod, hogy itt gyakorlatilag itt építed föl a filmedet. Tehát itt meg fognak jelenni videósávok, hangsávok, ide rakod föl a feliratokat, az effekteket, mindent ide pakolsz föl. És amit itt fölpakolsz egymásra, most gondold el, hogy van a filmed, van a zene alatta, akkor van mondjuk a logó a sarokba, meg vannak csinálva ezek a színezések, meg még ráraksz egy feliratot, hogy itt van a Himalája. Ez mind itt lesz rajta, és ez olyan, mint egy ilyen CT, hogy egy ilyen szeletet csinál belőle, az kerül ide. Tehát itt a kész képet látod, mi az, amit csináltál. Mindjárt mutatom. Tehát először is be kell importálni a fájlokat. Többféle módon be lehet rakni. Egyrészt, hogyha itt rákattintasz, akkor az importtal be tudod hozni, és akkor megjelenik ez a rész, és innét be tudod hozni. Én nem ezt szoktam csinálni. Van még egy módja, a file menüből is be tudod importálni, valahol itt van, így is lehet csinálni. Van ennek egy sokkal egyszerűbb módja, és ezért raktuk össze először egy könyvtárba az összes cuccot, mert rámész ide. Ugye itt van az India, a GoPro, az intro, a pictures, a zene. Ezt kijelölöd, és egyszerűen ide belehúzod. És akkor ő az összes fájlt szépen beimportálja. Ez eltart egy darabig, főleg egy ilyen lassabb gépen, meg amin nincs újrahúzva a Windows, mert az lassú. De itt megjelennek, és az a nagy előnye, hogy szépen könyvtárban van szerkesztve. Tehát itt vannak a GoPro felvételek, itt vannak az intro felvételek, itt vannak a képek, itt vannak a zenék. Jó? Na, úgyhogy megvannak a fájjaink. Itt a jobb alsó sarokban azt lehet látni, hogy ilyen különböző belső kis átalakításokat csinál. Például azt, hogy a hangfájnak megrajzolja ezt a hullámformáját, azt ilyenkor csinálja. Végzett, tehát most már készen állunk a szerkesztésre. Itt van az idővonalunk. Ezt úgy hívják, hogy sequence. Magyarul nem tudom, hogy hívják. Úgy hívják, hogy sequence. Nagyon-nagyon fontos ennek a beállítása. Ez határozza meg, hogy mennyire egyszerűen tudsz filmet szerkeszteni. Vannak olyan videósok, akik azt mondják, hogy amilyenbe fölvetted a videót, ugyanabba szerkeszted, és ugyanabba rakod ki. Tehát amikor fölvetted 2,7K-ba 60 fps-sel, akkor jársz a legjobban, akkor tudsz a legjobban szerkeszteni, hogyha 2,7K-ba 60 fps-sel csinálod meg az editálást. Aztán, hogy mi lesz a vége, hogy ebből te csak egy Full HD-t akarsz csinálni, az exportálás, az egy másik dolog. Tehát az a lényeg, hogy ide azt kell beállítani, amiben fölvettél. Hogyha fölvettél GoPro-val, telefonnal, akkor
javaslom, hogy a GoPro-t kell kiválasztani. Én mindig a GoPro-t, tehát ami a GoPro-val vettem föl, mindig azt választom ki. Most ennek van egy ilyen nagyon durva módja. Az egyik az azt mondod, hogy csinálsz egy új szekvenzt, és akkor följön egy ilyen, és millió dolgot ki kell választani, beállítani ki. Nem így csináljuk. Ezt úgy csináljuk, hogy fogjuk a GoPro-t, és a legelső fájt megfogod, és ide belehúzod. És ő ezt a szekvenciát, ezt ő beállít, mindent beállított úgy, ahogy a GoPro fájhoz kell. Tehát nem kell a beállításokkal tökölni. Tehát innétől kezdve úgy működik, hogy elnézést a kis képernyőn, kicsi a kép, kicsi a felbontás a vetítőnek. De ezzel megcsináltuk, és igazából ezt innét ki is lehet törölni. Tehát most nincsen rá szükség, mert egyszerűen ennek a lépésnek csak az volt a lényege, hogy ezt a sequence-t beállítsuk a GoPro-nak a beállításaihoz. Mondjuk te mindent a telefonoddal veszel föl, de mondjuk fölveszel 3 órát a telefonoddal, és van egy 5 perces GoPro, akkor valószínűleg érdemes a telefonnak az izéját behúzni, mert az a több. Nagyon egyszerű, csak ezt egyezzétek meg, hogy egy fájt ráhúztok, és kitörlitek. Miért törlitek ki? Azért, mert nem a filmet azt nem itt szerkesztjük, hanem azt itt a source monitorba. Tehát most jutottunk el odáig, hogy ide a timeline-ra, vagy idővonalra elkezdhetjük fölpakolni a filmeket. Ez úgy történik, hogy fogod az első jelenetet, rákattintasz duplán, már itt nem a file névre, hanem az ikonra, és megjelenik ebbe az úgynevezett source monitorba, és itt kell kiválasztanod azt a részt, amit rá akarsz rakni a filmedre. Tehát egyszerűen itt kiválasztod, hogy mondjuk itt jön egy szikla, mondjuk ettől a ponttól kezdve, eddig a pontig bele akarod rakni a filmedbe. Jó? Úgyhogy azt visszamész, hogy hol volt. Itt volt, itt nyomsz egy I betűt, ez az input pontja a felvételnek, és mondjuk eddig akarod, nyomsz egy O betűt, és akkor egyszerűen, hogyha itt most megfogod a képernyőt, hát megint kicsinyítenem kell, mert ezt megfogod, ráhúzod ide, és akkor látod, már itt már csak az jelent meg, amit kiválasztottál. Most ha megyünk tovább a hegyen, azt mondom, hogy mondjuk ezt a kanyart, ezt a jobb kanyart is fel akarom venni. Akkor itt nyomok egy I betűt, húzom tovább egész idáig, itt nyomok egy O betűt, fogom és ráhúzom. Tehát így szépen egymás mellé lehet rakni jeleneteket. Annyiban tér el az, amit most mondok, ahhoz képest, mint amit korábban mondtam, hogy nincs itt a zene. Most, ha megengeditek, most itt a tanfolyamon nem foglalkozunk azzal, hogy zenére vágjunk, mert azért az macera. Tehát ott akkor az elég sokat kell játszani. Ettől a vonaltól fölfelé itt vannak a videósávok, itt lefelé vannak az audiósávok. Tehát itt azt csinálod, hogy ide elkezded kipakolni a videót, tehát mondjuk, ha semmi más nem csinálsz, akkor szépen itt egymás mellé kirakod, és akkor van egy csíkod, ami benne van a film. Abban a pillanatban, hogy valamit még rá akarsz rakni, tehát mondjuk van egy beszélgetés, mondjuk valaki mond valamit, és be akarsz rakni egy tájat, miközben ő beszél, akkor azt a tájat, azt egyel fölé húzod. Tehát most, ha például itt van ez a felvétel, ugye itt megy a motor, de azt mondom, hogy én ide rá akarok valamit rakni, mondjuk ebből a... Várjál, mondjuk egy másik felvételből rakjunk rá. Mondjuk ebből rárakunk egy részt. Most ha ezt ide húzom, és ide fölé rakom, akkor ahogy nézed a filmet... Látod? Tehát ez van fölötte. Tehát akkor kitakarja, ami alatta van. Jó, tehát a lényeg az, hogy úgy kell editálni, hogy innét szépen fogod a fájlokat, és mondjuk az most nem baj, hogy nem lesz értelmes, jó? Tehát mondjuk ezt, a beszédet, ezt fogom ide rárakom. Mondjuk a beszéd alatt oda akarom rakni, hogy megyek a motorral, tehát akkor visszamegyek erre a felvételre, és azt mondom, hogy mondjuk ezt a részt, itt egy ilyen kis részt, ide rá fogok rakni, de nem akarom, hogy a beszédnek a hangját elcsessze. Tehát nem akarom rárakni a motornak a hangját, csak azt akarom, hogy egy ilyen vágókép. Akkor ha ezt a bal oldalit húzod, akkor csak a képet húzza le, ha ezt húzod le, akkor a hangot húzza le.
Ha ezt az egészet megfogod, akkor meg az egészet. Tehát látod, most ha nézed, akkor ott van a kép is, meg a hang is. Látod? Viszont, hogyha ezt fogom meg, akkor csak a képet hozza. Nincsen hang. És akkor ezt ide fölé tudod rakni. És akkor most itt mit látunk? Beszélek. A világon legmagasabbra mozogatható ponthoz, a kardinglához. Csináltad Ctrl-C, Ctrl-V. Ezt úgy kell csinálni, hogy lenyomod az Alt gombot, és egyszerűen lemásolod ezt a csíkot, látod? Mm-hmm. És hogy most a réteget még jobban bemutassam, mondjuk ezt behúzom így. Sőt, már ezt egy picit lejjebb húzom. Annyira pici a felbontás, hogy én otthon ezt egy 27 szolos monitoron csinálom, ott azért... Ez a dicsekán része, ugye? Igen, hát nem ez igazából, hogy mennyire gazdag vagyok. Ezt most csak... Ugye most, ha itt nézzük, akkor... és föntről lefelé nézünk, akkor itt van a beszéd, akkor itt bejön a motoros rész, és itt bejön a másik motoros rész. Látod? Mert az följebb van. És itt eltűnik fölülről minden, bejövünk ide alulra. A legfelső rész, amit betoltál, az a hangot nem befolyásolta, csak a képet? Igen, mert csak azt szedtem ki. Ha akarom, akkor kijelölöm a képet is, meg a hangot is. Tehát ahogy akarom. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen kis szemelvények, bárhonnét, bármit összeszedhetsz, a picture könyvtárból kiszedheted, mondjuk vannak ilyen fasz a fényképeid, akkor ahogy megy a beszéd, vagy ahogy megy a motor, be tudsz rakni fényképeket. Tehát mindent ide szépen fölé pakolhatsz. És mindig fölfelé építkezel. Ez azt jelenti, hogy például mi az, ami szerintetek a legfölül van. Igen. Tehát a kámenyus logó az a legtetején van, tehát amikor az egészet megszerkesztetted, már a színeket is beállítottad, ugye a kámenyus logónak a színét nem akarod változtatni, nem akarod, hogy kék legyen, mert annak megvan a maga színe. Tehát amikor már a színezést meg mindent elvégeztél, akkor szépen a szín fölé berakod a logót. Majd csinálunk egy olyat is. Jó, most még itt hozzárakunk egy-két képet, meg alárakunk zenét. Mondjuk, ugye itt volt a következő, hogy itt fönn vagyunk valahol. Vagy mondjuk belerakunk egy ilyet, hogy itt megyünk ezt a buszos kerülést, itt még belerakjuk, elmegyünk mellette, out. Ezeket én most innét leszedem, jó? Mert ez csak ilyen demo volt. Ugye hang is kell, meg a kép is kell, tehát így ide belerak. Ez jó hosszú lett. Na, úgyhogy az a lényeg, hogy itt szépen egymás mögé pakoljuk a jeleneteket, mondjuk akkor ebből is rakjunk be egy kicsit, itt odáig vagyok, hogy fönn vagyok. Itt a Gabit fölküldtük ehhez a gompához. Ezt azért, ja ide én nem mentem föl, mi ott az Ispánnal a kávéházba kávéztunk. Ispánnak meg olyan kevés volt a levegője, hogy neki állt cigizni. Gabit meg fölküldtük az Ispánnak az Ozmójával, meg az én GoPro-mmal, hogy menjél oda föl, az még egy olyan 50 méterrel magasabb volt, és akkor csinált egy ilyen felvételt. Majd otthon megnézzük. Amit így utólag bánok egyébként, volt egy-két rész, amit... Például, amikor Lechbe ti elmentetek motorozni, meg otthon maradtam, utólag bánom. Bánhatod is. Igen. Jó, akkor megmutatom, hogy vág zenéhez, jó? Nem, jogos. Csak azt utálom, hogy ilyen pici a felbontás. Na, tehát akkor megkeressük a zenekönyvtárat. Itt a zene. És a zenét egyszerűen behúzzuk ide a zenesávba. És akkor itt megjelenik a zenének ez a nyoma. És ha lejjebb húzod, akkor sokkal jobban látszik. Én ilyen, általában ilyen duplájára meg szoktam nagyítani. Tehát akkor ilyen szépen kinagyítódik. De igazából ezzel nem is nagyon kell foglalkozni, hanem egyszerűen elkezded hallgatni az egészet, és rárakod a kezedet az M marker billentyűre. Tehát elindítod, szól a zene, és azt mondod, hogy ide akarok egy vágást. Hallgatod a zenét. Ide akarok egy vágást. Látjátok ott a zöld jelet? Mész tovább, azt mondod, hogy ide akarok egy vágást. És azt mondod, hogy ide akarok egy vágást. Most amikor ez elkészült, képzeljétek el, várjál, mit csináljak? Nem törlöm ki, csak arrébb rakom, jó? Mert itt azért már dolgoztunk vele sokat. Egyszerűen megfogom, és ezt ide arrébb elrakom. Amikor innét lehúzok egy jelenetet, ezt most képzeld el, hogy ez ott van fönt. Na.
ezt képzeld el, hogy most húztuk le onnét föntről, ezt ide lehúzod, ugye az elejéhez, és azt mondod, hogy itt van a zenének a vágása. Ezzel, ezt, hogyha nagyítod meg kicsinyíted, így tudod a scale-t, igen, tehát tudod változtatni. Ez amikor olyan kicsi felvételekkel dolgozol, mondjuk vágod a 3 másodperces kis szizékat, akkor érdemes kinagyítani. Na, tehát itt van, és akkor megfogod a filmnek a végét, húzod, és maga, figyelj, egyszer csak így ugrik egyet. Pak! Ott van a zenén. Ott van a zenén. Fogod a követ. Tudom, belevágtam a filmbe. Tehát most levágtál a filmből, nem? Így van. De ezt kérdeztem, hogy ahogy fölvágsz egy jelenetet, csak ugye akkor most ehhez kell igazítanod, hogy ez a rész fogod. Ezt, figyelj, Szabi, én ezt úgy szoktam, hogy megcsinálom ezeket a markereket, és utána, amikor itt megszerkeztem, akkor megnézem, hogy nagyjából mit akarok belerakni. Tehát a bal felsőbe megnézem, hogy mit akarok belerakni, azt ráhúzom a timeline-ra, és megcsinálom ezt a snappelést, tehát, hogy beállítsam a zenét, és akkor megnézem, hogy az tetszik, vagy nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor lehet vele játszani, hogy most vagy ráhagysz még egy ritmust, tehát, hogy akkor kihagysz egyet, vagy ha azt mondod, hogy túl rövid volt az idő, akkor ezen az ablakon belül, ugye itt van a videó, amiből kivágtunk ennyit, ugye? Itt van a nagy videó. Meg tudod azt csinálni, hogy ezt a videót itt csúsztatgatod. Majd azt mindjárt megmutatom. Jó, tehát jön a következő zene, vagy a következő felvétel, azt hozzáragasztod ide, ugye itt volt a vágás, megfogod a jobb oldalát, és egyszerűen addig húzod, amíg pak, és már is ott van a vágásnál. Na, és viszont, ha itt nem tetszik ez a felvétel, mert mondjuk most ezzel a zenére vágással itt valami, tehát mondjuk korábbról akarod ezt az egészet, akkor azt lehet csinálni, hogy ezzel a slip tool-lal rámész, és egyszerűen elkezded balra-jobbra húzni, bal oldalt látod a klipnek az elejét, jobb oldalt látod a klipnek a végét. És akkor el tudod csúsztatni. Hogy magyarázzam el? Van egy ilyen hosszú videód, amiből kivágtál egy ekkorát, és ezt az ablakot, mondjuk ezt fixen tartod, és a videót azt így tudod alatta húzogatni. Tehát így el tudod húzni, tehát máshol lesz az eleje meg a vége. Tehát a hossza az ugyanannyi marad, de be tudod húzni. Tehát ezzel el lehet játszani, hogy mi legyen az eleje meg a vége. Sok rizse volt. Jó, tehát itt összehúzzuk a filmet. Egyébként a zenével meg ugyanez van, tehát megfogod a zenét itt a végénél, és az egyszerűen idehúzod, és itt slappen egyet, és puffot, elvágja a zenét. Elárulok egy trükköt. Én úgy szoktam csinálni, hogy én mindig a zene végéhez vágok. Tehát akkor, amikor bejön egy zene, az annak is nagy hatása van, de igazából akkor jön ki jól, amikor olyan jól záródik le. Tehát például a végén ugye mindig ott volt, hogy folyt köv. És akkor én azt szoktam csinálni, hogy berakom a feliratot, hogy folyt köv, és akkor amikor a végén elsötétedik, akkor menjen el a zene. Akkor azt csinálom, hogy a zene végét itt, ugye itt van a zenének vége. Ezt most kicsit kinagyítom így. Tehát valahogy így végződik a zene. Elhallatszik a zene. Pák, itt akarom elvágni. Tehát akkor itt behúzom, hogy itt elvágom, tehát itt lesz a zenének a vége. Egyszerűen csak elhúztam így befelé. De melyik billentyűvel jelölted meg? Nem jelöltem meg, egérrel. Tehát ha ide mész az egérrel, akkor ezzel tudod balra-jobbra húzogatni. Jó? Csak megállított a lejátszás. Ja, a lejátszás, tehát mindig a space-szel. Tehát a lejátszás, megállítás az mindig a space. Itt is, tehát space, meg itt is, a rendes filmnél is. Tehát ezzel tudsz nézni. Jó? Na, tehát ahhoz, hogy most itt a végén a zene az jó legyen, ahhoz azt csináljuk, hogy lerövidítjük a zenét. Ugye most ezzel levágom a zenének az elejét. Tehát, ha értem most már. Tehát a végét beállítod, a végét oda teszed a film, és az elejét fogod pontosan Utálni majd arra, hogy az elejét amennyit tolni kell bele. Mondjuk annyit tegyünk meg, hogy ide berakunk egy végefeliratot, jó? Mert akkor itt látjátok a feliratot is. Egyrészt rakunk a végére egy feliratot, meg majd rakunk a film közben egy feliratot. Tehát úgy rakunk ide feliratot, hogy rámenjünk erre a text túlra, és a képernyőre azt mondjuk, hogy itt ki akarom azt írni, hogy vége.
Jó? Ki van jelölve a betű? Van itt egy ilyen Essential Graphics, az a tieden nincs, ha gyári, mert ezt én úgy külön raktam ide rá. Mert bármelyik ablakba bármilyen be tudsz rakni, de most csak ezt így gyorsan megmutatom. Itt ott kiválasztani a betűtípust. Tehát azt mondod, hogy ez legyen egy vastag betűtípus, és mondjuk legyen nagyobb, ekkora legyen a vége felirat, és legyen a képernyő közepén, azt meg azt mondod, hogy függőlegesen is, meg vízszintesen is legyen. Elnézést, hogy most egy kicsit belementünk itt nagyon a részletekbe, de az a lényeg, hogy van neki egy ilyen text editor része, ahol be tudsz írni szövegeket, meg tudod formázni, ide rakni, oda rakni. Úgyhogy most azt csináltuk, hogy itt megjelent ez a vége felirat. Tehát itt már látod, itt bele is rakta a filmbe. Látod? Ezt itt mindjárt kinagyítom. Tehát itt van a vége felirat. Az, hogy ez a felirat, ez hány másodperces, az az Adobe Premiere-nek, a projektnek egy ilyen alapbeállítása. Nekem úgy van beállítva, hogy 5 másodperces minden. Tehát amikor behúzol csinálsz egy feliratot, vagy behúzol egy fényképet, ezek mindig 5 másodpercesek alapból. De egyébként azt úgy változtatod, hogy akarod menetkezet. Tehát ha én egyrészt hozzátapasztom itt a végéhez, amikor ez a mágnes be van kapcsolva, akkor ragaszkodik oda mindig valamihez. Tehát itt látod? Ez, hogyha ez be van kapcsolva, akkor mindig hozzá tudsz ragasztani. Tehát most húzod szépen lassan, és pát, egyszer csak oda ragaszkodik. És ezen látod, hogy ez egy, nem kell mondjuk neked ilyen hosszú felvétel, akkor azt mondod, hogy ez legyen rövidebb. Jó? Na, tehát most ez egy olyan felirat, ami a végén van, ez nincs rajta a képen, viszont azt akarom, hogy a kettő között, tehát ne így legyen, hogy egyszerűen csak így hopp, hanem egyszerűen mondjuk legyen az, hogy ez a felvétel szépen lesötétedik, ez meg kivilágosodik. Úgyhogy ide fölmegyek az effekthez, és azt mondom, hogy ezt úgy hívják, hogy deep to black, vagy deep to white, ez azt csinálja, hogy vagy feketébe húzod le, vagy fehérbe húzod föl, tehát hogy a két jelenet között milyen legyen a váltás. Most ha ezt megfogom, és ide ráhúzom, akkor ide berak egy ilyen váltást, nem tudom olyan lassan nézni, de elsötétedik, kivilágosodik, látod? Tehát ugye itt a zene az szépen elhalkul, most ha megnézitek, akkor ezt a zenét ezt kihúztam ide a végére, sőt, még azt is megcsinom, hogy ez a vége felirat a végén elsötétedjen. Tehát ezt a black-et, ezt ide a végére is ráhúzom. Ugye? Tehát bejön a vége felirat, és elsötétedik, és körülbelül abban a ritmusban fog itt eltűnni a... Ugye milyen fasza? És az elején kell trükközni, mert van, hogy az elején így berobban, tehát mondjuk pont valami hülyén kezdődik az eleje. Nézzük meg, hogy kezdődik az eleje. Hol a zenénk? Ugye itt a zenénk, ezt most kihúzzuk előre, a film elejére. Amikor lenyomjátok az Enter-t, akkor mindig előre ugrik a legelejére, és elkezdi lejátszani. Igazából nem... Most jó is. Így, tehát nem nagyon érzékeled, de van, amikor hülyén jön be. Azt úgy kell csinálni, hogy itt fogsz egy olyan audio effektet, ezt most úgy tűnik, hogy bonyolult, de igazából körülbelül 4-5 effekttel szoktam én dolgozni, ezeket megjegyzett. Tehát ez például egy Constant Power nevezetű. Ezt ide ráhúzom az elejére, és akkor ez azt csinálja, hogy így szépen fölhangosítja, beúsztatja a hangot. Nem lesz nagy különbség, de így szokott. Ugye? Tehát nem olyan nyers. Még azt is lehet, hogy akkor a motor is halkan jöjjön be. Sőt, azt is... Igen. Sőt, azt is lehet, hogy a felvétel is egy ilyen sötétből induljon. Na most, ha megnézzük, akkor sötétből indul az egész, és szépen bejön a hang. De ezzel is lehet játszani, hogy ez a sötét ez most hosszabb legyen, rövidebb legyen. Na, úgyhogy előállt a filmünk, és mondjuk tegyünk rá egy feliratot, mondjuk ide rátesszük, hogy havas a táj, jó? Beállítod azt, hogy hol jelenjen meg a videónak a melyik részén, mondjuk azt mondod, hogy itt jelenjen meg, rányomsz a T betűre, és hol jelenjen meg, mondjuk a bal felső sarokba. Beírod, hogy havas a táj. Úgy értettem, hogy havas a pofám. Lehet az is. Jól értetted. Jól értetted. Egész jó a füled. Nem zongora hangolókat. Itt be lehet állítani a betűnek a sajátosságait.
Például meg lehet változtatni a színét, mondjuk legyen fekete, vagy én igazából azt szoktam csinálni, hogy a feliratot, az biztos látjátok, hogy nekem mindig ugyanolyan stílusú a feliratom, tehát én azzal nem szoktam variálni. Én azt szoktam csinálni, hogy egyszerűen körbeírom egy ilyen fekete csíkkal. Tehát azt mondom, hogy legyen neki egy ilyen fekete, és ezt megszoktam nagyítani 10-re, látod, és akkor minden háttérre jól mutat, mert ilyen fekete keretbe lett a felirat. De ebből a feliratból is van ezerféle lehetőség, tehát vannak előre legyártott, ilyen beúszik, ideúszik, odaúszik. Most, ha nézzük ezt a filmet, akkor egyszer csak megjelenik ez a felirat. Pak, egyszer csak megjelenik. De mondjuk ezt én nem így akarom. Én úgy akarom, hogy ez előtűnjön. Akkor erre lehet effektet rárakni, és ugye akkor itt meg kéne keresnem az effektet, hogy előtűnjön. Az Adobe Premiere-nek vannak alapbeállításai, ami kapásból tud, az effekteknél, a videóeffekteknél az pont az, amit a Bacus mondott, hogy a Vegasban, amikor kettőt összetolsz, akkor ilyen áttűnés lesz. A videóeffekteknél, az Adobe Premiere-ben ez az alap. Egyszerűen kijelöld ezt a klippet, amelyikre ezt rá akarod rakni, és ha lenyomod a Ctrl-D-t, akkor magától rárakja ezt az effektet. És van ilyen, és egyébként ez beállíthatod, tehát ennek most ez az áttűnés az alapeffektje, de ha te azt akarod, hogy a feketébe áttűnés legyen az alap, akkor az beállítod, és amikor Ctrl-D-t nyomsz, akkor a fekete áttűnést csinálja. Tehát ezt úgy állítod be, hogy akarod. Alapból ez szokott lenni, de meg tudod csinálni, tehát ha itt azt mondod, hogy jobb egérgomb, add track, akkor hozzáad egyet. Mondjuk itt lehet, hogy fölé adja. Add tracks, mondjuk hozzáadunk hogy kettőt. After Video 3, nem After Video 3, hanem After Video 1. Audio Tracks-ből nullát, azt nem akarunk hozzáadni. Tessék. Na, tehát menjünk a színezésre, hogy ne így nézzen ki ez az egész. Ez úgy működik, hogy ehhez úgynevezett a Shrekinek ez biztos mondani fog valamit, adjustment layer-eket kell hozzárakni. Tehát itt egyszerűen hozzáadunk egy ilyen adjustment layer-t. Ha már rákérdezel, tehát ugye ezek a 4K-s, 6K-s, 8K-s felvételek, azok iszonyatosan nagy fájlok. Ezért és egyébként én úgy szerkeztem a 4K-s videókat, mert most elkezdtem már 4K-s videókat csinálni. Bár bírja a 4K-s videót az otthoni gépem, de a vicc kedvére elkezdtem ezzel foglalkozni. Ez úgy működik, hogy ugyanígy bemásolod ezeket a fájlokat, tehát mindent ugyanúgy csinálsz, mint eddig. Csak azt mondod, hogy az eredeti 4K-s fájlnak csináljon proxy fájt. Tehát azt mondod, hogy gyártsa le a proxikat, és a proxiknál megadsz mondjuk egy 720-as felvételt. És ott beállítasz egy minimális kodeket, ami alig tömörít. Tehát ilyen piszok gyors lesz tőle az egész. Sőt, arra vízjelet szoktak rárakni, ráraknak egy ilyen, mondjuk egy Adobe Proxy vízjelet, és akkor az egész filmedet ezekkel a proxy fájlokkal szerkeszted meg, de igazából ezek a proxy fájlok, ezek háttérben össze vannak kötve a nagy fájjal. És amikor majd renderelsz a legvégén, akkor nem a kis proxy fájlokból szedi az adatot, hanem a nagy fájlból. Igen. Na, a lényeg, hogy létrehozod ezt az adjustment layer-t, egy darabot, ennek én azt szoktam egy olyat, hogy VB, ez a white balance, és létrehozok még egyet, ami majd a color grade lesz. Ispán, ne aludj! Ez meg... Most már kezdenek szétcsúszni az Ispánnál az információk szerintem. Jó. Már nem, csak most már. Ugye azt mondtam a legelején, hogy először mindig a fehér egyensúlyt kell beállítani. Fölhúzod ide, és én úgy szoktam, hogy végighúzom az egész filmen. A feliratot már nem, tehát a feliratot azt nem kell állítani. És azt kell csinálni, hogy itt keresel valami, bocsánat, még egy másik lépés. Tehát itt van a white balance, és hol van a color grade-et, azt még fölé rakod. Fölé rakod, és azt is kihúzod ide a végéig. Én úgy szoktam csinálni, hogy ugye nekem kétféle felvételem szokott lenni, az egyik, amikor kint motorozok, meg fölveszem a tájat,
Meg szokott egy olyan lenni, amikor benn vagyok valami boltba, vagy üzletbe, tehát van egy sötétebb. Én azt szoktam csinálni, hogy ráhúzom ezt az egészet, és beállítom a kültérihez, hogy az a film egészébe, az egészre abból van több, és amikor egy bolti van, egy belső rész, akkor azt egyszerűen elvágom, tehát ezt itt el lehet, talán itt is van egy benti rész, azt beleraktuk a kávézósat? Nem raktuk bele. Na mindegy, azt meg tudod csinálni, egyébként vagy rákattintasz itt erre a zsilett jelre, vagy lenyomod a C betűt, és akkor látod, megjelenik egy ilyen zsilett. És akkor azt mondod, hogy itt elvágod, meg itt elvágod, és akkor ennek a résznek más tulajdonságokat tudsz beállítani. Ctrl-Z-vel mindig vissza tudsz menni. Na, tehát white balance, most azt csináljuk, hogy itt keresünk valami fehéret. Hát itt a havas tegyekben nagyon nehéz. Nehéz lesz, de megpróbáljuk. Ehhez azt kell csinálni, hogy átmenjünk a color, tehát a színbeállító ezéhoz. Még egy dolog. Ezt már nagyon értem. Hogy Ctrl-S-sel, a bal oldalnak el kéne tűnnie. Én nem tűnik el. Ez nem mentés. De tehát S-sel el kell menteni. Tehát ezt nem mondtam az elején, de amikor így szerkesztetek, ide raksz, oda raksz, amoda raksz, én azt javaslom, hogy egy olyan egy percenként, vagy ha valami komolyabb dolgot csináltál, akkor nyomjál rá a Ctrl-S-re, és mindig mentsd el. Sőt, utána azt is szoktam csinálni, hogy amikor több napig szerkeztek egy fájlt, akkor itt megjelenik ez a projekt fájl, és én ezt is el szoktam menteni, hogy ez több példányban legyen meg mindig. Jó? Tehát itt van a képernyőnk, és keresünk valami fehéret, ki kell jelölni ezt a tracket, tehát a white balance tracket, és azt mondom, hogy be kell állítani a fehér egyensúlyt, rámegyek ide a hóra, rábökök. Olyan túl sok változás itt nem látszik, de azért látszik, hogy rátolt, tehát ugye ez itt, már ilyen bereszetelem, Ctrl-Z-vel visszaállítom, és azt mondom, hogy mondjuk ez itt egy fehér rész. Érdemes egyébként oda kell figyelni, hogy ne kiégett részek legyenek, hanem mondjuk a kocsi az fehér. A hó az már nagyon fehér, az szinte ki van égve. Tehát valami olyat, ami reális fehér, mondjuk ez reális fehér. Egy picit látszik, hogy bekékült, ugye? Még a kéket is rá lehet húzni. Rá lehetne húzni. Mindig az embereknek az arcbőrét kell nézni. És még egy dolgot mondok, hogy mit szoktam csinálni. Tehát én azt csinálom, hogy most az én módszeremet mondjam, hogy itt én kiválasztok egyet, ami fehér, rábökök, és ezzel beállítom alapból. De amikor erre a coral grade-re, és most jön az, amire vágysz nagyon, hogy lásd, hogy mi a különbség, rárakom ezt a LUT-nak hívják, rárakom a GoPro-nak a izját, akkor most nézzétek a különbséget. Úgyhogy én itt azzal szoktam eljátszani, hogy én ezt általában ilyen 80%-ra leszoktam venni, és még annyit azzal szoktam eljátszani, és itt jön vissza a színezés, hogy én ilyenkor visszanyúlok a fehér egyensúlyba, tehát keresek egy olyan felvételt, ahol mondjuk látszik valakinek az arca. Mondjuk itt látszik, hogy nagyon sötét vagy. Narancsárga. Nagyon narancsárga. Akkor visszamegyek ide. Nem elfelejteni, hogy vissza kell menni a white balance-ra. Tehát itt az ember azért belekavarodhat, hogy melyik klippet színezi, erre oda kell figyelni. Mert nem érted, hogy húzod, és nem változik. Tehát erre oda kell figyelni. És akkor azt mondod, hogy itt adsz rá egy kis kéket. Igazából a színhőmérsékletet változtatod, nem? Igen. És akkor így néz ki a... Lehet, hogy itt még jobb van, látszik talán itt. Tehát nekem az a módszerem, hogy fogom az eredeti felvételt, beállítok egy white balance-ot, utána rárakom ezt a GoPro color grade-et. Egyébként ez a color grade, amit ráraksz, ez lehet bármi. Tehát itt van egy csomó, ugye idejövök. Alapból is van benne? Igen, ez mind alapból benne van. Egyedül ez a GoPro, amit én pluszba rátörtöttem, ez a kreatív fülön van, itt vannak a lutok. Van millióféle, tehát mit tudom én. És arra egy másik alap. Most itt van egy másik. Ez ilyen színe van. Kicsit a fúgyis.
Na, úgyhogy előállt a színezés. Még egy dolog hiányzik, ugye nincsen logónk. Beállítottuk a színezést, én visszaszoktam menni ilyenkor az editingre. Akkor már csak egy dolog van vissza, hogy ide a tetejre felrakjuk a logót. De a pictures-be raktuk be. Ez most hülyén fog kinézni. Tehát itt azt kell csinálni, hogy ezt le kell kicsinyítani. Most én tudom, hogy az én filmjeimben hogy szokott lenni, de hogyha nem tudnám, akkor egyszerűen ide jövök az Effect Controls, és ugye most itt el van cseszve, mert a Color Grade-nek a izéje van kijelölve, tehát hogyha most itt valamiben belenyúlnék, akkor ebben nyúlnék be. Nem, ezt kell kijelölni, tehát itt ezzel foglalkozom. És azt mondod, hogy ezt lekicsinyíted, amekkorára akarod, kihúzod jobbra, meg elhúzod ide lefelé. És akkor azt csinálod, hogy ezt fogod és kihúzod a filmnek a végéig. Tehát most végig ott van rajta a logó. Két dolog hiányzik. Ugye az elején nincs ott az intro, meg nincs ott a főcím, ez a Himalayan Job. Erre több lehetőség van. Az egyik az az, hogy Ctrl-A-val kijelöljük az összes cuccot, és elhúzzuk jobbra. Ez az egyik lehetőség. Másik lehetőség, hogy beállítjuk a kurzort oda, hova rakni akarjuk, és itt az intro könyvtárból azt mondjuk, hogy ugye itt van a logo, vagy ez a azt mondom, hogy ezt a klippet be akarom szúrni. De ugye a beszúrás ez most azt jelenti, hogy az elére fogja rakni, mert az elején nincs, tehát valahol itt áll, így, és akkor ide be akarom szúrni, tehát így félre fogja tolni. Remélem, hogy azt fogja csinálni, és nem égek be. Azt csinálta. És ugye most e közé, a kettő közé be akarom hozni ezt. Meg egyszerűen azt mondom, egyébként megcsinálhatom azt is, hogy ebből is kivágok, tehát nem feltétlenül kell ennek az egésznek, mondjuk, de mondjuk legyen az egész, de azt is megcsinálhatom, hogy azt mondom, hogy innéttől csak idáig akarom. Akkor, hogyha ezt nyomnám be, akkor csak ezt a kicsi klippet szednék ki. De én most nem ezt akarom, hanem az egészet akarom. Úgyhogy beállítom oda a kurzort, ugye most ott áll a kurzor, ahova ezt be akarom szúrni, szúrt be, és akkor beszúrta. Hogyha már így rákérdeztél, mondjuk azt akarod, hogy ez a havas a pofán felirat, ez ne csak itt álljon, hanem mondjuk mozogjon, mondjuk föntről jöjjön le. Akkor kijelölöd a szöveget. Most itt egy kicsit belemegyünk a izékba, de a kedvetekért azért. Tehát megjelenik, és azt akarom, mit akarjunk, hogy jöjjön le középre, jó? Akkor ide jövünk az Effect Controls-ba, és azt mondom, hogy ugye itt mit akarunk változtatni? A függőleges pozícióját. Tehát azt mondom, hogy ide be akarok rakni egy úgynevezett keyframe-et. Tehát ez a kiinduló pozíció. És amikor elér ide a addigra, hozza le mondjuk ide. Még lejjebb. Jó? Most ha ezt lejátszod, akkor mi fog történni? Megjelenik a felirat, tehát előtűnik, fönt, lecsúszik, és elhalványul. Hogyha azt szeretnéd, például itt van, mondjuk e között, a kettő között valami más váltást szeretnél, lehetnek ezek a disznóváltások, hogy háromdimenzióban, meg így forogjon, meg úgy forogjon. Nem, azok egyrészt gagyi, másrészt egyáltalán ezek az áttűnések, ezeket nem nagyon szokták használni. Tehát ezt akkor kell ilyet csinálni, amikor, tehát igazából az éles váltás az, ami fontos. Ilyen lágyváltásokat akkor kell csinálni, amikor nem nagyon tér el egymástól a két jelenet. Tehát mondjuk mész motorral valahol, és jön egy következő motoros jelenet. Ha ezt éles váltásba csinálod meg, akkor az ugrik egyet. Te nincs jó érzésed. Akkor ott csinálhatsz olyat, hogy áttűnik az egyik a másikból, és akkor az egy ilyen lágy valami lesz. Én olyat szoktam még csinálni ilyen motorosnál, hogy mondjuk ilyen zoomolós. Tehát mész az úton,
akkor így rázumol, és visszaugrik. És akkor egy másik ugyanolyan motorozós jelenet. De amikor két jelenet között éles váltás van, tehát van egy motorozós jelenet, meg egy pofázós jelenet, én a közé nem szoktam berakni. Tehát ott mindig az éles váltás. Mondjuk e közé a kettő közé, ide rakjunk be egy ilyen áttűnést, jó? Tehát rámész az effektekre, megcsináltod azt, hogy kijelöld ezt a kettőt, ugye, mert az áttűnés az a... Ja, bocsánat, shift-tel. Ugye kijelöltem ezt a kettőt, most úgy van beállítva, hogy az áttűnés az alap. Tehát nem kell keresgélnem itt az effektek között, hanem egyszerűen nyomok egy Ctrl-D-t, és berakja ezt a crossfading-nek hívják. És most, ha megnézed, látod? De ha ez nem tetszik, mert azt akarod, hogy mondjuk ez... Várj. Csak azt szeretném, hogy ez hosszabb legyen az áttűnés. Akkor rámész, és meghosszabbítod. Azt mondod, hogy... Az effektet tudod így. Aha. Mondjuk legyen akkora, hogy a felirat, okay. Feliratig így. Egyébként ilyen editáláskor nagyon sokszor menet közben alakulnak ilyen fasz a dolgok. Tehát, hogy így nem is számítasz rá, és akkor egyszer csak jön egy ilyen meg. Sokszor van, hogy megcsináld a filmet, és akkor hú, ezt most lehetne másképp, és akkor egy kicsit még rávarja. Igen, ez ilyen érdekes játék. Na, úgyhogy rajta van a logó, megvan az eleje, megvan minden. Itt látszik, hogy 1 perc 50 másodperces lett a filmünk. Akár Ctrl-M-mel is be lehet állítani. Bejön egy újabb, egy el lehet indítani, bejön egy újabb ablak. És na, itt állítod be, hogy mit szeretnél. Egyrészt az egész filmet ki akarod importálni, vagy exportálni. Tehát itt be lehetne állítani, hogy a filmednek csak egy részét. Tehát, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mondjuk csináltál egy, van egy valami kis jeleneted, és meg akarod nézni, hogy az hogy néz ki majd a rendes filmbe, akkor kijelöld input-out ível meg az óval, és akkor csak azt a részt szedi ki. Vagy az egész filmet, mondjuk most az egész filmet, és itt vannak a különböző export settingek. Ami fontos itt a formátum, H264, mindig H264-et használunk, ez az MP4-nek a megfelelője, és azon belül nem kell vele pöcsölni, mert itt vannak alapbeállítások. Tehát mit akarsz csinálni? A YouTube-ra akarod föltölteni 4K-ba, a YouTube-ra akarod föltölteni 1080-ba, tehát mindenféle beállításod van. Ugye nekem nincs a 2,7K-m, tehát az itt nincs itt sehol, hogy 2,7K, akkor azt mondod, hogy match source, high bitrate, akkor az eredet, tehát ami a sequenced, tehát ami a GoPro volt, ugye az kapcsolódik az egész, ugye? Tehát fölvettük egy adott, azt behúztuk a timeline-ra, az idővonalra, az beállította a sequence-nek a paramétereit, és itt, amikor ezt mondod, hogy match source, akkor a sequence-nek a paraméterei alapján állítja ezt be. Persze utána ezzel majd kell játszani, tehát egyrészt kell neki választani egy másik fájlnevet, mondjuk legyen az a fájlnév, hogy India. Ki akarod exportálni a videót is, meg a hangot is, és akkor most van itt az a gondom, hogy kicsi a felbontása a képernyőnek, mert nem látszik igazából. Várjál, hogyha ezt itt becsukom, akkor látszik. Igen. Csak még így is nagyon pici, mi a fenét csináljak. Hát van egy csúszka már. Tudom, de az még mindig nagyon pici. Itt be tud állítani, tehát itt lehet átállítani, itt be tud állítani, mekkora legyen a képméret. Tehát akármilyen be át tud állítani. Például, hogyha az Instára akarsz csinálni egy felvételt, ugye az 1080-as. Akkor azt, hogyha itt beállítod, hogy 1080-as, akkor azt kivág belőle, ám mondjuk a közepéből, egyébként azzal el lehet játszani, hogy melyik részéből, de a közepéből. Tehát itt be tud állítani, mekkora legyen a képméret. Ugye ez most azért szürke, mert azt mondtam, hogy ez amilyen az eredeti fájl. De hogyha ezen állítani akarsz, akkor megteheted. Ezt kijelölöd, és azt mondod, hogy ide beállíthatsz akármilyen más méretet. Itt be van állítva, ugye ezt a fájlból kiolvastad, hogy ez egy 29,97-es, ezekkel itt különösebben nem kell foglalkozni. Ami nagyon fontos, hogy be kell állítani, hogy render at maximum depth, tehát hogy a legmélyebb információk alapján rendereljen. Tehát ez csinálja azt, hogy a lehető legjobb minőségű legyen a felvétel. Megyünk lefelé, itt van a kódolás, itt van az, amit mondtam nektek, hogy itt ki lehet választani, hogy mi legyen VBR vagy CBR,
ez a konstans bitrate vagy variable bitrate. Hogyha a YouTube-ra dolgozunk, akkor konstans bitrate, és itt be tud állítani azt a 70-et. Most én ezt nem akarom beállítani, mert ez egy bődületesen nagy fájl lenne. Egyébként itt ki nem is engedi. Lehet, hogy a izé miatt, mert csak 1080-ban. Ki is írja, hogy ez az egy, ez a durván két perc, ugye 1 perc 50 másodperces a filmünk, ez 661 megabyte lenne, hogyha ezekkel a paraméterekkel raknám ki. De itt állított be azokat, amiket a Prezibe mondtam, hogyha otthonra csinálsz magadnak, akkor VBR-t kell választani. Ez a variable bitrate, van az egy passz meg a két passz, ez azt jelenti, hogy egyszer megy végig a fájlon, vagy kétszer megy végig a fájlon. A VBR egy passzt el kell felejteni. Tehát az nem ér semmit, mert ez azt csinálja, hogy végigmegy az egyik fájlon, kiszed belőle információkat egyszer, ugye, hogy kódolja be, és utána ezt megjegyzi, és amikor másodszor átmegy, akkor kódolja be igazából. Hogyha a VBR egy passzt használod, akkor csak egyszer megy végig, nem lesz olyan jó minőségű. Tehát én azt mondom, hogy létezik a CBR, meg a VBR two pass. És akkor ezt beállítod, ez a two pass, és itt meg be kell állítani ugye az a target, meg a, tehát hogy milyen legyen a fájl. Full HD-nál általában olyan mondjuk 8-10 megabit, és mondjuk a maximum az legyen 15. Ez full HD-ban ez már egy egész jó felvételt csinál. Mondjuk most lejjebb veszem, legyen tudom én 8-ra, hogy nek. Lehet egyébként, hogy nem várjuk ki, mert sokáig tartana. Meg kiírja, hogy mennyi ideig csinálja. Sőt, igazából nem is VBR, mert a CBR az gyorsabb. CBR 8, jó. Ami itt lejjebb van, azzal nem kell foglalkozni. Audióval igazából nem kell foglalkozni, mert az kiszedi a fájlból, tehát ez egy teljesen... Tehát igazából itt nem kell semmivel foglalkozni, csak a videókodeknek a beállításával. Használjon maximum render quality. Tehát ezt, meg itt fölül ezt a másikat, ezt be kell x-elni, ezt a kettőt, ekkor lesz a legtökéletesebb a renderelés. Egyébként, ha ezt a beállítást használni akarod máskor, akkor ezt presetként el lehet menteni. Tehát azt mondod, hogy mondjuk ez legyen a India, tehát mondjuk, hogyha az összes résznél ugyanezt akarom használni, ezt a beállítást, akkor azt mondom, hogy India full HD. És akkor ettől kezdve ezt innét mindig ki tudod választani. Hát nekem itt azért a korábbiakból itt van a 2,7K 60 FPS, 1080p 2997, akkor ez a menüs tréning, ez volt az, amire átkonvertáltam a fájlokat. Na és akkor itt azt mondod, hogy ezt exportálja ki, tehát abba a könyvtárba, amit megadtunk, az India fájl néven ezekkel a beállításokkal kirakja. Persze, hogy csinál egy ilyen gyorsat, ilyenkor az audióval szokott tökölni. És akkor mondjál, megnézzük, hogy ezt hány percig csinálná, hogyha túl sokáig, akkor... Várni kell, mert... Igen, tehát ez föl szokott szökni azért. Nagyon csodálkoznék, hogyha ilyen gyorsan megcsinálná, bár eléggé levettük a minőséget. Tejfehér ködbe és szakadó hóba jöttünk. Most itt fölfelé... Are you?
vagyok a földön elérhető legmagasabb közúton elérhető Kárdunglán.